Tehát nincs olyan, hogy, hogy, csak úgy van egy betegségem. Nincs. Minden valahonnan jön. Ha nem az én életemből, akkor, az, akkor a családból szinte öröklöttem. Tehát nem a betegséget örököljük, hanem az érzelmi traumát. Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Magyarul a Nagyvilágban podcaston. Podcastjaim magyarokról szólnak magyaroknak. Magok vagyunk, sokfélék vagyunk, sokfelé élünk, sokféle tudást hordozunk. Miért ne oszthatnánk meg ezt egymással? A mai alkalommal Klenovics Évával beszélgettem. Éva 7 éve él Ausztráliában, jelenleg épp Sunshine Coaston, ahol hangterapeutaként dolgozik. Éva elkalauzol minket a hangterápia világában, megosztva velünk személyes tapasztalatait. Elmagyarázza a hangterápia és a hanggyógyítás lényegét, beszél arról, hogyan segítik elő ezek a kezelések a mély relaxációt, és az érzelmi felszabadulást, amik különösen előnyesek az általános jólétünk szempontjából. Személyes tapasztalataim keresztül szemlélteti a hangterápia erejét a stressz enyhítésében, a traumák kezelésében és a holisztikus gyógyulás elősegítésében. Megcáfol bizonyos téveszméket és hangsúlyozza a képzett terapeuták kiválasztásának fontosságát. A jövőt illetően Éva rendkívül ígéretesnek látja a hangterápiát. Kezelésekre videóhíváson keresztül is van mód, így a világ minden pontjáról elérhető, illetve 2024. júniusban Magyarországon személyesen fogad gyógyulni vágyókat és workshopokat is tart. Ha érdekel a lehetőség, a jegyzetekben alul megtalálod az elérhetőségét. Nagyon nagy hatással volt rám a beszélgetésünk, és remélem nektek is tetszeni fog a lepiléncselő téma. Szóval Éva, köszönöm szépen a lehetőséget. Megtennéd kérlek, hogy bemutatkozol a hallgatóknak, és elmeséled, hogy hogyan ismerkedtél meg a hangterápiával. Mi volt az az élmény vagy esemény, ami arra ösztönzött, hogy ezzel foglalkozz? Üdvözlök mindenkit, szia Réka! Klenovics vagyok hangterápiával, illetve egy, a hangterápiának két irányával foglalkozom. Az egyik az, amivel hangtálakat, illetve gongokat használunk gyógyításra, és ezek inkább ilyen csoportos, ilyen, ilyen meditáció szintű végülis egy gyógyítási folyamat, de inkább csoportban, a csoportnak van kialakítva, és akkor van a hangterápiának egy másik területe, ahol személyes, gyakorlatilag szerű, egy másfél órás kezelésről van szó, amikor hangvillákat használunk, traumaoldásra, illetve érzelmi blokkok oldására, egészen a fogantatástól a jelen pillanatig, sőt még transgenerációs oldásokat, vagy akár még előző életbeli oldásokat is tudunk csinálni, attól függően, hogy mi a gyógyulási szándék, és hogy mi az, ami felé szeretné az életét irányítani az, a a kezelésben van. Úgyhogy, úgyhogy ez a két terület van. Én ezzel a ennek a területnek a hangtál részével úgy, úgy, találkoztam, hogy amikor kiköltöztem Ausztráliába, utána elmentem egy gyönyörű helyre, a kristálykasténak hívják magyarul, rengeteg óriási kristály van, és hát csodálatos napot töltöttünk el ott, és ott hallottam először hangtál meditációt, egy rövid 15 perces meditáció volt, de az megváltoztatta az egész életemet. Úgyhogy én utána vettem otthonra egyből a kettőt, amiből az lett, hogy az egész családot állandóan kezeltem, és sőt, az történt, hogy átjöttek barátok, icipici babával, aki nem tudott megnyugodni, nagyon fáradt volt, és mondtam nekik, hogy jó, hát akkor mindenki feküdj le, egy kicsit játszom nektek, és akkor hát a baba is megnyugszik. Ebből az lett, hogy az egész, mind a két család egy több mint egy órás alvásba fordult, és hát a baba valami csodálatos volt, mert ahogy elkezdtem játszani, ő egyből rám nézett, óriási mosolyjal, aztán odafordult a mamájához, és elaludt, és hát csodálatos, milyen aludt, és hát nagyon jó kedven ébredt. És akkor fölébredtek a barátok, és azt mondták, hogy Éva, neked ezzel kell foglalkozni. Hát ez így történt, és akkor onnantól kezdve, még mindig libabörös vagyok, onnantól kezdve indult, és azt érezt mindig is Kerestem azt az irányt, ami az a gyógyítási irány, amivel egyrészt magam, az én általam hozott képességeket is elő tudom hívni. Mindig is volt bennem egy ilyen gyógyítói irány, illetve, illetve egy látói képesség, de megtaláltam itt ezt a területet, aztán ezt fejlesztettem tovább, mert én hiszek abban, hogy egy dolog, hogy az ember valami felé vonz, vagy vonzást érez, viszont fontos, hogy mélyen, belemenjen abba a területbe. Tehát, hogy én elvégeztem minden olyan képzést, ami, ami, fontosnak tartottam ahhoz, hogy, hogy egyértelmű és mély tudás legyen mögötte, amire aztán építettem azt a képességet, ami még nekem úgy személy szerint hozott és velem született. Úgyhogy így lett egy ilyen egy ilyen teljes kombináció. Mikor költöztél ki Ausztráliába? Hét évvel ezelőtt. Mm. Hogy tetszik? Hát én nagyon jól érzem magam. Nagyon <laughs> <laughs> nem sok embernek tetszett ez az ötlet, amikor én ezt kitaláltam, viszont én nagyon erőteljesen érzelmi szinten élem az életemet, az, azt jelenti, hogy nagyon közel állok a lelki um, hívó szavaimhoz, tehát a saját belső hangomhoz, az sokszor azt jelenti, hogy teljesen mást diktál az én belső hangom, mint amit kívülről elvárnak. elvárnának. És akkor hát ez emiatt nagyon-nagyon sok konfliktusba kerültem egy időben, de aztán hát az élet megmutatta, hogy, ez volt az az irány, ami engem hívott, és, és jól éreztem. Úgyhogy itt volt a helyem. És ezeket a dolgokat nem tudtam volna máshol megtalálni, mert nagyon sok olyan területet találtam meg itt, mint többek között, mint a hangvilágkal való mély traumaoldás gyógyítása, ami nem létezik még jelenleg sem Magyarországon. Mm. Mi is pontosan a hangterápia? A hangterápiának nagyon fontos alapja, hogy egy nagyon mély stresszoldásról beszélünk, tehát egy olyan téta agy hullámba alakul, tehát nyugszik le a szervezet, az a tudat, a, az agy, amiben elkezdődik egy ilyen fél álom állapot, olyan, mintha aludnánk, de mégsem, hogy tudjuk, hogy itt vagyunk, de mégsem, és ez az az állapot, amiben, amiben a, a tudat elenged, és egy mély meditációs állapotba kerülünk, amiben elkezd tudni oldódni először is a stressz, mindig a stresszoldás az első, az van mindig a felszínen. Legtöbb ember meg is éli ezt, ugye nap mint nap a rohanás, a kevés alvás, az esetlegesen nem egészséges étkezés, ezek mind stressz szinten hatnak a szervezetre. Na ez az a réteg, amit legis legelőször lebont a mindenféle hangterápia, vagy hanggal kapcsolatos kezelés, mert, mert ez az a réteg, amit meg kell nyitnunk először. És akkor utána jönnek a mélyebb ö, gyógyulási folyamatok, mert ugye a stressz az több szinten blokkolja a szervezetet. Először is, ugye, mint tudjuk, a központi idegrendszer része például a bolygóideg, angolul vagus nerve, ami Azért egy fontos terület, hogy ki legyen oldva, és hogy fel legyen szabadítva a stressz alól, mert minden belső szervez bekötése van. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy sejt szervek szintjén blokkolódunk a stressz által. Illetve ugyanígy a hormonrendszerünk blokkolódik, és ezeket tudjuk felszabadítani, ahogy a stressztől lebontjuk. És aztán tud az ember mélyebbre és mélyebbre menni. Tehát egy hangtálas, gongos meditációnak a hatása által el tud odáig a szervezet, hogy energetikailag oldódik és egyensúlyt kap, mentálisan tisztul a fej, a, a szorongások, a félelmek tudnak oldódni, és hát természetesen nagyon fontos része, hogy erősebb földelés alakul ki energetikailag a szervezetben, ami ugye nagyon fontos ahhoz, hogy ne legyünk egy stressz, magas stressz szintben, tehát hogy jobban tudjuk kezelni a stresszt, alapvetően bármilyen szintű stressz jön az életünkbe. Kiknek ajánlod ezeket a kezeléseket, és mik ezek a kezelések pontosan? Kétféle kezelési módszer van, ahogy mondtam, van egyszer a csoportos, gyakorlatilag az én előadásaimra még gyerekek is jönnek, és hát bármilyen korosztály jöhet. Ennek gyakorlatilag egy-két egy apróságot kell figyelembe tartani, hogyha valakinek epilepsziás rohamai lehettek, akkor valama voltak, akkor őket inkább meg szoktam kérni, hogy ne jöjjenek, de általában, tehát ez az egyetlen egy kitétel, de még várandós anyukák is voltak, mondom kisgyerekek is, mert mindenkinek szüksége van arra, hogy egy megfelelő biztonságos környezetben el tudjon jutni odáig, hogy, hogy igenis elengedje azokat a stressz szintű helyzeteket, érzelmi nyomást, mentális nyomást, ami, ami a mindennapokban feljön. És hát a másik terület pedig, ami, amivel foglalkozom magánkezelésekben, ott pedig ugye a hangvilákkal terápia szinten dolgozom, ott sincsen gyakorlatilag uh, semmilyen szintű korlátozás, uh, sőt ott még... Uh, van olyan paciensem is, aki, akinek olyan fizikai tünetei vannak, amit, amit más nem nagyon vállalt. Én elvállaltam, mert tudom, hogy, hogy hogy kell megközelíteni, és hogy tudom megközelíteni. Tehát vannak ilyen helyzetek, amit én már így látom azt, hogy ki az, akivel igenis tudok együtt dolgozni, és, és tudom, hogy hogy tudunk együttműködni. Tehát, hogy nagyon komoly eseteket is lehet, és meg lehet közelíteni a hangvilág gyógyításával, ugyanis mindennek érzelmi blokk az alapindító oka. Tehát nincs olyan, hogy, hogy csak úgy van egy betegségem. Nincs. Minden valahonnan jön. Ha nem az én életemből, akkor, az, akkor a családból eh, szinte öröklöttem. Tehát nem a betegséget örököljük, hanem az érzelmi traumát, amit hoz végig a család gyakorlatilag átad egymásnak. És hát ugye ott indul a gyógyulás, hogy az egy, egyik egyszer csak azt mondja a családban, hogy nagyon én ezt már nem akarom továbbadni a gyerekeimnek. És akkor én ezt itt megállítom. És akkor ott jön a kérdés, hogy hogyan. És hát ez az, ami számomra egy, egy csodával határos világ, a frekvenciáknak a, a, világa, mert, mert olyan elképesztő, hát fantasztikus gyógyulásokat látok nap, mint nap, ami hát bearanyozza az életemet. Említetted, hogyha valakinek orvosi fém van a szervezetébe, akkor te nem tudod őket meggyógyítani, vagy nem lennéhetnek kezelésre hozzád. Ennek mi az oka? Hát inkább úgy fogalmaznék, hogy az előadásokra, tehát ami ilyen csoportos előadás, ott, hogyha valakinek orvosi fém van beültetve a szervezetébe, akkor például a gongnak a rezgésére nagyon reagál a fém. Tehát szó szerint együtt rezegnek. Ez Kivéthető, mert ezzel is lehet, tehát általában ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy az, aki a szervezetében van orvosi fém, azt szoktuk csinálni, hogy... Hát egyrészt fél éven belül ne jöjjön, tehát sebészeti beavatkozás után fél évvel kell egy beépülési idő, mert a szervezetnek be kell fogadni azt az idegen anyagot, utána pedig annyit szoktam e, javasolni, hogy fedje le azt a területet, tehát kell gyakorlatilag, mint egy ilyen szivacsos réteg köré, és egy ilyen takaróval, párnával csak rá tesz egy ilyen réteget arra a, szervez, vagy arra a részére a szervezetének, és az segíteni fogja abban, hogy ez a rezgés ne okozza akkora behatást. Hm. Ez az egyik. A másik meg, amikor hangvilákkal kezelek, ott pedig, hogyha a fémbeültetés van valahol a szervezetben, ott a testen nem szoktam hangvilát használni, tehát hogyha van egy csípőprotézis, vagy bárhol a szervezetben van fém, azt kiszoktam hagyni, pontosan ezért, mert... A, Együtt rezeg a hangvillával, és az gyakorlatilag a szervezet ki tudja lökni magából ezáltal. Tehát nem szeretnénk egy extra reakciót kialakítani, hanem pont hogy ellentétesen szeretnénk, hogyha a gyógyulási folyamatok erősödnének, nem egy kilökődés hmm. indulna. Említetted, hogy ha valakinek valami problémája van, akkor általában ezek lelki problémák, vagy előző életi problémákból adódóak, hogyha valaki úgy nagyjából teljesen egészséges. Milyen előnyei vannak egy hangterápiás kezelésnek? Hát a mindennapok során, ami, tehát hogyha csak abból kényolunk, hogyha az ember azt mondja, hogy én jól vagyok, akkor is, ugye, jönnek hozzánk. Látogatóba más emberek energiái, meg egy helységnek is az energiái egy kicsit úgy tudnak nehézzé válni. Vagy ha valaki beteg a családban, akkor annak a nehéz energiája az valahogy így ott marad. Nem mindenki érzékenyre, de viszont aki igen, illetve kisgyerekek nagyon érzékenyekre, ő miattuk, illetve hát magunk miatt is, nagyon fontos, hogy ezeket időnként kitisztítsuk. Hmm. Illetve hát van olyan, hogy, hogy entitások, van olyan, hogy különböző külső behatások, negatív behatások, ezeket mind tudjuk oldani hangvilágkal, és ugye a másik nagyon-nagyon fontos része a hangterápiának, és mindenféle frekvencia a gyógyításnak, hogy emelkedjük, emelkedik a mi rezgésszintünk, illetve emeljük a rezgés szintjét annak a környezetnek, ahol élünk. Tehát egy lakásnak egy, egy ágyat le tudunk tisztítani frekvenciákkal. Azért, hogy például, hogyha betegségben valaki mondjuk egy-két egy napot, három-négy napot ott feküdt a ágyban, hát annak ott marad az energiája. És akkor hát érezhető a különbség, ahogy azt letisztítja valaki, és utána egyszerűen ilyen könnyedebbé válik hmm. az a lakás, az a, az a tárgy. Hmm. Említetted, hogy a gyerekek sokkal érzékenyebbek. Ennek mi az oka? Hát az, hogy nincsen annyi tudati elvárásuk, tehát ők nagyon gyorsan alakulnak, nagyon gyorsan, ö, sőt, van úgy, hogy nem is a gyerekekkel kell foglalkozni, hanem a szülőkkel, és a, ahogy az anyuka jobban van, a gyerek azonnal ö, nem hiszi is, jobban alszik, nem pisélbe. be, tehát hogy a gyerek igazából egy tükörkép a szülőnek a blokkjaira amennyiben a szülő hajlandó ezeket a tükröződéseket észrevenni, és nem visszavetíteni a gyerekre, mint hogyha ő lenne a hibás. Szóval van egy ilyen, egy ilyen gyönyörű rendszer, amiben együtt élünk, egymást segítjük, hogy magunkra láthassunk, és egymást gyógyítjuk valamilyen szinten, de ehhez kell az a tudatosság, hogy ezeket észrevegyük. A gyerekek még csak reagálnak. Tehát ők, ők nem akarattal vannak úgy benne, hogy benne ragadnak egy múltbeli érzésben, hanem ők hozzák ezeket a, a mintákat. És azokat a mintákat még könnyebb kioldani, és hát arról nem is beszélve, hogy kevesebb a stressz szintjük. Hmm. Viszont hát a, azt kell tudni, hogy azért a születési traumák nagyon komolyan blokkolnak gyerekeket. Tehát nagyon sok olyan kezelést csinálok, hogy, hogy kicsi gyerekekkel, sőt, hát volt egy csodálatos élményem, egy születés, asszisztáltam hangterápia segítségével, hangvilákkal, mindezt ráadásul távban, 3000 kilométerről. Szóval, hogy, hogy csodákat tudunk csinálni, ugyanis a félelmek azok beivódnak a, az emberbe, szület és szintjén is már, tehát, hogy sőt, már fogantatástól kezdődően. És ezek azok, amiket sejt szinten viszünk tovább. Tehát ahogy ezeket ki tudjuk oldani, feloldódik a szervezet, nincsenek blokk, blokkoló energetikai gyakorlatilag egységek a szervezetben, mondjuk az, hogy csakrák, tehát a csakrák nincsenek blokkolva, illetve ez ugye, hogyha egy energetikai blokk kialakul a szervezetben, annak a területén a fizikai betegségek tudnak kialakulni. Tehát, hogy itt, itt nem csak egy, egy energiáról beszélünk, nem csak a frekvenciának egy olyan hatásáról, ami arra szól, hogy megerősítjük a szervezetnek az auráját, kiegyensúlyozzuk az energiáját, hanem ezért van az, hogy, hogy egy idő után, hogyha sokáig van valakinek mondjuk egy torokcsakra blokja, az azt jelenti, hogy elfolytásai vannak érzelmileg, nem mondta ki, el kellett folytania, vagy kimondta, de nem hallották meg, amit akart mondani. Sose volt szava otthon, akár gyerekként, akár később párkapcsolatban. Ezért van az, hogy nagyon sok nőnek később pajzsmirigy problémája van. Tehát, hogy itt, itt jönnek azok a hatások, hogy, hogy blokkolódik az a fizikai terület, ahol korábban hosszabb távon egy energetikai blokk alakult ki, és mindennek természetesen ugye érzelmi behatása volt. Tehát elindult gyökér szinten az a gyökere, mindennek egy érzelmi blokk. Csak meg kell találnunk, hogy mi ez. És akkor itt jön az, hogy egy kezelésben ez az, amit csinálunk, hogy amikor egy személyes kezelést végzek, akkor ez úgy történik, hogy ráhangolódom annak a, a, az embernek az életére, és hangvilákat használok közben, és előjön az, hogy hát ez három éves korban ott van valami. Mi történt? Mi, mire? Ha nem is emlékszik rá, de valami is családi történet általában elő szokott jönni. Van olyan, hogy semmire nem emlékszik, nincs családi történet, viszont elkezd mondjuk sírásba kitörni az az ember, vagy, vagy csak átfut rajta egy ilyen, egy ilyen hideg érzet, vagy egy ilyen bizsergő. Ezek mind ilyen energetikai oldás szintű reakciói a fizikai testnek, és ahogy dolgozunk vele, akár tudatos emlék, akár tudat alatti emléket hozunk föl. Ez, ahogy oldódik, ezzel gyakorlatilag felszabadul egy lekötött energia, amit a szervezet előtte próbált valahogy kezelni. Ugye csak tartotta, hogy, hogy valahogy túlélje, hogy valahogy ne kelljen azzal mert hogyha benne, hogyha túl közel lenne hozzá, túlságosan fel nap mint nap része lenne minden traumája, minden érzelmi blokkja a múltjából, az, az egyszerűen elviselhetetlen lenne a jelen pillanatban. Tehát annyit csinálunk, hogy ezeket a múltba így kihelyezzük, és a tudat alá lenyomjuk. Amit mi csinálunk kezeléssel, vagy amit így együtt csinálunk az, az ügyfélel, az az, hogy ezeket hozzuk felszínre, tehát pont ellentétesen dolgozunk, előhozzuk Kiássuk a mélyéről, elengedjük magát a blokkot, és az energia, amit lekötött, az visszakerül a szervezetbe. És ezért van az, hogy amikor egy egy kezelés után valaki föl kell a masszázságyról, az gyakorlatilag az első szava, az szokott lenni, hogy oh, sokkal könnyebb érzés, és akkor hát pont ez az, amivel ezeket a súlyzókat szedjük ki az, az ember múltjából, illetve akár családi szinten egy egész a felmenőknek a, a traumáiból. Hm. Hát ez nagyon érdekes és gondolatébresztő. Milyen gyakran tanácsolod ezeket a kezeléseket? Hát ez attól is függ, hogy milyen problémával küzd az a személy. Van, aki például olyan nehézségekkel küzd, ami ami komoly fizikai blokkokat okoz, az, vagy nehézségeket okoz az életében. Ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy nem tud úgy részt venni a mindennapokban, ahogy szeretne. Annyira fáradt, annyira stresszes, ugye poszttraumatikus stresszel, vagy egy baleset után. Egyszerűen van, akinek lezár az egész szervezete. Nem tud, nem tud megfelelően együttműködni a világgal, nem tud dolgozni vissza, lenni, mert állandó félelmek generálódnak az életében. Tehát ilyen esetekben heti egyszer szoktunk kezelést csinálni, és nagyon gyorsan alakul amúgy a szervezet vissza. Tehát kell hozzá egy szándék kell egy döntés, hogy igenis szeretnék ebből kijönni, nem akarok tovább szenvedni, ez egy nagyon fontos része. Tehát az, hogy valaki eldönti, hogy igenis, na én akkor most ebből meg akarok gyógyulni, és akkor én ebbe beleteszem az időt, energiát, az egy nagyon fontos része, mert nem másolja meg ezt a problémát. Tehát én a frekvencia hatást és az a magát a gyógyítási közeget én biztosítom, de a gyógyulást az az, az ember, Tudatos, tudatalatti, érzelmi, energetikai, mentális szinten saját maga teszi. Ugye mindig ott van a szabad akarat. Tehát amikor valaki megakad az életében, ott van egy nagyon komoly lehetőség arra, hogy balra megyek vagy jobbra. Hogy döntök? A szabad akaratomat merre viszem? Szeretnék maradni ebbe a szenvedéssé környezetben, egy áldozati szerepkörben, vagy igenis, akkor váltok? kijövök a mintákból. Nagyon-nagyon nagy lépéseket kell tenni hozzá, nagyon sokszor, viszont nem kell egyedül. Tehát itt jön az, hogy igenis van, amikor kell segítség, de nem feltétlenül segít az, és most akkor lehet, hogy nem sokan fognak örülni annak, amit mondok, de sajnos nagyon sok olyan, olyan ügyfelem van, aki pszichológiai kezelések után és pszichiátriai kezelések után jutott el odáig, hogy hát ez, ez marra jó, csak nem működik. Tehát, hogy beszélünk róla, állandóan fel van kavarva a, az iszap a tuboljáról, de nincs kiszedve. Uh -huh. Na most ez az, amit mi itt csinálunk. Nem csak beszélünk róla, nem csak felhozzuk a múltat, hanem elengedjük. Uh -huh. Úgyhogy a frekvencia az, ami kiszedi az iszapot. Megosztanál személyes anekdótákat, vagy esettanulmányokat olyan személyekről, akik mély gyógyuláson mentek át? Ugye, nagyon sokféle szinten lehet a, a gyógyulásokat megközelíteni. Ö, hát egészen az egyszerűbbnek tűnő problémáktól, mint hogy valaki félvezetni, hogy ez olyan egyszerűnek tűnik, mert hát majd megy busza. De hát azért ez nem ilyen, mert sok, nagyon sok szinten tud az élete lelassulni emiatt, és hát Kevesebb lehetősége van, mindig ki van valakinek szolgáltatva. Tehát volt olyan ügyfelem, aki öt kezelésre jött egymás után, azt eh, hiszem heti vagy két heti rendszerességgel, és eh, nagyon vicces volt, mert még a kezelések közben egyszer mondtam neki, hogy, hogy a, én látlak, nem hogy vezetni, de hogy nagyon gyorsan fogsz menni, úgyhogy légy szíves majd arra figyelsz el. egy év múlva. Körülbelül egy év múlva beszéltünk újra, és nagyon jókat nevettünk, mert mondta, hogy hát képzeld, de úgy kell vissza, mert nem a lábom a gázról. Szóval igen, igen, és azért ezek komoly évtizedes blokkok, amiket kioldunk, és öt alkalom. Ez nem egy nagy, nagyon hosszú idő. És hát Ugye komoly fizikai problémákból is nagyon gyorsan gyógyulnak az emberek, tehát uh, itt jön a posztraumatikus stressz, ugye, ezt, ezzel dobálózunk, ezzel a kifejezéssel, de nagyon komoly nehézségeket tud okozni, tehát egyszerűen egy ilyen, egy ilyen ködös gondolkodásrendszer alakul ki, egy, egy nincs rendszer, ugye, csak így egy ilyen, egy ilyen fejvesztett tyúk rohangálása állapotba kerülnek az emberek, és hát egy hosszabb távú stressz az életben, az egy, az egy olyan nehézséget tud kialakítani, hogy úgy hoznak döntéseket, hogy nincsen. Nincsen egyszerűen a gondolatrendszer hozzá igazítva, mert stresszből reagál. És akkor így az, hogy ezeket tudjuk visszafejteni. De nem csak érzelmi, energetikai szinten, hanem bele tudunk menni fizikailag a testnek a gyógyításába. Tehát tudunk dolgozni az idegrendszeren, a mellékveséken, a hormonrendszeren, mert az, ami már egyszer le, le volt blokkolva, azt újra kell indítani. K ki kell onnan is tisztítani a stresszt. Úgyhogy hát van, igen, nagyon sok olyan eset van, akik valamilyen baleset után jönnek, akár fizikai problémával, mert ugye egy fizikai behatást is kapott a testük a baleset által, de ennek nagyobb része a stressz hatás. <laughs> Nagyon sok gyerek jár hozzám, pontosan születési traumákból kifolyólag, amit hát ugye a szülő nem tud, hogy mi a gond, csak nem alszik, sír, ez a baj, az a baja, nem lehet hozzányúlni a fejéhez, bepisél, nem alszik a saját szobájában, úgymond kezelhetetlen, Ö, nincs olyan, tehát, hogy mindennek oka van, és ezt meg lehet találni, a gyerekeknél pedig ez nagyon gyors. És hát ugye rengeteg a párkapcsolati probléma, nagyon sok az, amikor érzelmileg megakad valaki az életében. És lehet, hogy nincsen fizikai tünete, de amikor hosszabb távon érzelmileg benne marad, valamiben, ahol ő nem teljesíti, nem teljesen élheti az életét úgy, ahogy aki ő maga elnyomásban van, annak hosszabb távon sajnos vannak következményei. És ugye általában az emberek akkor szoktak megállni, és azt mondani, hogy hopp, valamit, valamit tenni kell, amikor a fizikai test megáll vagy megállítja azt az embert. Tehát nem tud futni, nem tud dolgozni, nem tud uh, aludni. Ilyenkor szoktak elkezdeni keresni. Van, aki pedig uh, már korábban ugye rájön arra, hogy hát csak ennyi az élet, elmegyek dolgozni, alszom, eszem, és akkor ennyi? <laughs> Mi van még? És akkor itt szoktak bekapcsolni ilyen ugye, spirituális nyitások, ami még egy nagyon izgalmas dolog. Általában azt kell, hogy mondjam, hogy hogy nagyon sokszor látom azt, hogy valaki jön egy fizikai problémával, mondjuk az élet megállította, baleset, valamilyen sérülés, és, és az arra jó, hogy ez egy nagy jelzés volt arra, hogy máshogy. Hmm. És akkor eljutunk odáig, hogy mondjuk pár hetes kezelések, vagy lehet, hogy csak rövidebb idő alatt is, eljutunk odáig, hogy a fizikai test gyógyítása, utána egy érzelmi gyógyítás, egy mentális nyitás, elengedés és beengedése az újnak, hogy ez egy nagyon nagy dolog, és abból egyszer csak így elindul egy ilyen energetikai érzékelés, egy intuitív új minőség. Mert ez az, amikor az ember érzelmileg elkezd megerősödni, nyitni, akkor elkezdi jobban meghalani a saját belső hangját, ami ugye a belső intuíciónk. És az az, ami egy nagyon nagy fejlődést tud utána hozni. És hát arról nem is beszélve, hogy ez a folyamat, ez arról szól, hogy egy terhelt, nehéz fizikai test érzelmi rétegből, egy magasabb rezgésszint felé visszük a szervezetünket. Ugye erről nem kell sokat beszélni, onnan, hogy az ember szenved, odaig el lehet jutni, ha ugye munkával, akarattal, tudattal, tors fejlődésre, hogy, hogy bármi van, az nekem nem egy nehézség, hanem az egy izgalmas lehetőség a fejlődésre. Na, és akkor itt jönnek a csodák milyen gyakran fordul elő, hogy olyan babot lasz, aki még mindig azt hiszi, hogy ez valami vódú dolog, és ha esetleg valakinek ilyen feltételei vannak, akkor is működik ez a kezelés, hogyha hogy nem hisznek benne. Én nem nagyon találkoztam olyan, aki így hirtelen nagyon ellenezné. Valahogy a, 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 frekvenciáknak van egy ilyen olyan szeretetteljes hatása, nem tudom máshogy mondani, hogy, hogy kiolja hogy az emberekből ezt a, ezt a mély kételyt. De azért én bebiztosítottam magam, hogy a weboldalamon van egy, egy oldal, ami a, a kutatási hátter, hátteréről szól a hangterápiának, pontosan azoknak, akik nem is az, hogy kételj, de hogy egy mélyebb tudást is lássanak, hogy miért és hogyan működik ez az egész. Tehát, hogy amikor például valaki meghal egy gongot, az már egyből így szinte kioldódik belőle az a sok belső nyomás, és akkor 20 perc alatt például beindul a vérkeringése, és a vörösvértestek elválnak egymástól, és az oxigén szint az megnövekszik a sejtekben, a, a, a szervezetben. Szóval, hogy amikor ezeket elkezdi valaki megélni, a legnagyobb két is el általában így elillanak. Arról nem is beszélve, amikor személyes kezelést csinálunk, ugye az úgy szokott történni, hogy általában nők jönnek először. <laughs> És akkor <laughs> ott a, férj látja, hogy hát jobban van az asszony, tehát akkor... Hát lehet, hogy nekem is jót tenne, mert mondjuk, hát mondjuk a munkám ez egy kicsit stresszes. És akkor így szoktak a férfiak is megnyílni, legalábbis odd, addig, hogy akkor jönnek. És akkor, hát azért mindig van egy, egy ilyen gát, tehát, hogy vannak ilyen gátok, amit így nem erőszakkal, semmiképpen, tehát csak a szeretet erejével, hogy át átlibbenünk felette. Tehát, hogy vannak ilyen fejlődési szakaszok, amiket hagyni kell. Tehát az az ember, az, az hagyni kell az ő tempójában fejlődni, gyógyulni, nyílni. Tehát semmiképpen ez nem egy, ez egy, semmilyen szinten nem egy nyomás. Viszont Viszont csodálatos látni, hogy amikor valaki felnőtt egy egy nagyon tudományos világban, ugye minden az, amit tudunk, érzünk, hát az érzések azok háttérbe szorulnak, és akkor az van, amire gondolunk, amit látunk, amit tapasztalunk, amit fogunk, és akkor a, azon kívül a, nincs más. És akkor, hogyha ezek a... a Ezeket elkezdi valaki megélni, hogy a hangvilának milyen hatása van, hogy hogy jönnek elő olyan múltbeli uh, traumák, amire ő már nem is emlékezett. Hát az hogy lehet, hogy én megtalálom az ő életében azt, amin ő, 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 ő nem is tudott róla. Na, ott szokott megakadni, egy, egy olyan ember, aki általában jobban fejben éli az életét, de az együtt jót szoktunk utána nevetni rajta. Hogyan lehet kiválasztani a megfelelő hangterapeutát? Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni olyankor, amikor az ember ilyen szolgáltatás után keres? Hát igen, ez egy nagyon fontos területe annak, hogy hogyan, hogyan induljunk el. Tehát, hogy először is azt kell látni, hogy nagyon sokan csinálnak úgy még hangtálas vagy gongos meditációt is, ugye ezek csoportos meditációk, hogy hogy nem tudják igazából, hogy mit csinálnak. Tehát, hogy igenis lehet ö, problémát okozni. Lehet ö, stressz szintet pont, hogy emelni. Tehát lehet túljátszani, és lehet gyakorlatilag ezt a, ez az üs vagy fus stressz szintet éppen, hogy aktiválni, nem, hogy elengedni. Tehát, hogy, hogy attól függően, hogy ugye, hogy használjuk azokat a, az eszközöket. Ugye a hangtálak ráadásul, hogyha bizonyos hangtálakat, két-három hangtálat egyszerre használunk, ugye ez kutatási ö, vizsgálatok bizonyítják, hogy megadott hármas frekvenciák használatával bizonyos testrészeket, ö, belső szerveket, csakrákat lehet aktiválni, tisztítani. Viszont ugyanezt fordítva is. Tehát, hogy tudunk túl mélyre menni, túl sokat előhozni. És nem az a cél. Nem az a cél, hogy az az ember az nap mindent hirtelen a felszínre hozzon, és akkor vagy amennyi, vagy többet, mint amire képes, és utána napokig ne érezze jól magát. Hanem, hogy pont arról van szó, hogy amire ő tehát, hogy biztosítani kell neki azt a közeget, amiben ő egy a testének a, a gyógyító bölcsességét elő tudja hozni, és nem egy, egy stressz szintet akarunk növelni. Ugye itt jön az, hogy, hogy nem is tud mélyre menni a gyógyulás, hogyha, hogyha stresszes állapotban van még mindig a szervezet. Tehát ezért van az, hogy fontos, hogy az, aki például egy csoportos előadást tart, annak legyen mögötte tudás, hogy mit csinál és miért és mikor. Tehát, hogy fel legyen az építve, és hogy milyen frekvenciákat, milyen hangszereket hogyan használ. Aztán van ennek a másik területe, ugye a magyarul ezt is hangterápiának hívjuk, a hangvilág világa. Hát ott meg, ott meg igen. Tehát ott is nagyon fontos, hogy olyan, olyan emberrel nyissuk meg az életünk gyógyulási területét, aki aki egy, egyrészt közel áll hozzánk, ugye ennek is van egy rezgés érzése, hogy, hogy el tudom meg képzelni, hogy az az ember az, 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 ott most tényleg olyan dolgokat fog látni. Arról nem is beszél, hogy Magyarországon nem is nagyon csinál ilyet senki, tehát hogy ez is nehéz, mert, mert nem tudok otthon senkit, aki ezt a területet csinálja. Ennek szerinted mi az oka? Azért, mert... Ez egy nagyon speciális irány. Most egyelőre Magyarországon a hangvillákat úgy használják, hogy az aurát Tisztítják vele, és akkor azt mondják, hogy erre a szervre ez a hangvilla, arra a szerve az a hangvilla, és akkor, hogyha valaki meg akar gyógyulni, akkor kell neki 30 hangvilla. Ez nem így működik. Tehát, hogyha ez így működne, akkor már rég mindenki meg lenne gyógyulva, mert akkor a mellékvesének egy hangvilla kellene, és kész. Nem. Tehát nem innen kell kezelni egy, egy szervezet, ez nem így épül fel, hanem a blokkoknak, a nehézségeknek, a fizikai akár fizikai behatásoknak a szervezetre, ezeknek van egy súlya, és azzal az energiával dolgozunk, és nem a szervnek a frekvenciáját keressük, hanem kioldjuk azt, ami blokkolta azt a területet. Uh -huh. Tehát odáig megyünk vissza, hogy, hogy megnézzük, hogy az a, az a szerv az mivel küzd. És ez az, amihez tudni kell, hogy mit csinálunk. Mm. Tehát elővehetek én egy icipici hangvillát, nagyon szép hangja van, azt szokták mondani, arra a legkisebb aranyos kis angyal hangvillának hívják amúgy, 4096 herces, csodálatos hangja van, és akkor arra szokták azt mondani, hogy azt hiszem, a, azt hívják, hogy a vastagbélnek a gyógyítása. Nem. Tehát a vastagbél, bél, hogyha azon tényleg komoly blokkok vannak, akkor én az angyal hangvillámmal csiribirizhetek körülötte, de az nem fogja megadni azt a nagy átalakuló hatást, azt a, azt a frekvenciával való tisztítási hatást, ami ott blogban van. Persze természetesen tudok különböző rétegeket beletenni a gyógyulásba, tehát az azt jelenti, hogy a, hogy a nehezebb energiáknak, blokkoknak a kioldásához nagyobb hangvilla kell, a a, ahhoz, hogy felminősítsem az energiáját, hogy, hogy töltést tegyek bele, hogy, hogy feltöltsem azt, azt a területét a szervezetnek, bármilyen szinten, azt pedig különböző magasabb ö, frekvenciákkal ö, szoktam én csinálni. De hogy... Ö, hogy ez egy csodálatos terület, viszont ennek ennek komoly tudásbázisa van, nagyon komoly háttere van. És hát az, amit én igazából elkezdtem fejleszteni, tehát ugye elmentem minden tanfolyamot, végigcsáltam, ami ennek a hangterápiának úgymond az a rapja, viszont ott is megértem azt, hogy hát és mi van még? És akkor én elkezdtem kidolgozni rendszereket, elkezdtem még tovább fejleszteni, és akkor ebben az évben éreztem azt, hogy itt van az idő, hogy, hogy ne csak gyakorlatilag személyes szinten osszam meg az ügyfeleim felé, illetve a csoportok felé, hanem, hanem elkezdtem tanítani. Mert azt éreztem, hogy hogy egy dolog, hogy eljön valaki egy kezelés sorozatra, viszont ott vannak a mindennapok. Ott van az, amikor valami olyan helyzet történik, amit szeretne megoldani. És, és akkor most nem lehet mindig az évát hívni, akkor mi legyen. És akkor na, itt van az, hogy mi legyen. És akkor van egy otthoni kis hangvillakészlete valakinek, és akkor én gyakorlatilag ilyen egy napos képzéssel tanítom azt, meg, hogy hogy mi is ez az egész, mit kell csinálni, hogyan, és egy pontos protokolt adok hozzá, hogy igenis ott legyen az, hogy, hogy nem vagy egyedül, hogy saját magadat gyógyítod, nem kell neked más. És aztán, hogyha viszont valami mélyebb van, akkor meg tudunk mélyebbre menni. De a mindennapok stresszoldásához, a helyzeteknek, a, a kezeléséhez, arról nem is beszélve, hogy, hogy a gyerekünknek, hogyha valami nem jól alszik, vagy, vagy náthás. Szóval azért ezeket a plusz extra segítségeket, mint ahogy oda tudunk nyúlni, és tudunk neki egy gyógyszert adni, de hát ugyanígy lehet máshoz is nyúlni. És ott van a, ez az új lehetőség. Azért mondom, hogy új, mert igenis ez, a frekvencia gyógyítás, ez egy csodálatos új modalitás. Mm. Úgyhogy ez a jövő. Mi a különbség egy hangvilla és egy kristálytál között? Tehát az egyik az a érzelmeket blokkolja. Mit csinál egy kristálytál? Hát a hangvilát azt ilyen sebészik, és azt tudnám hasonlítani. A hangtál az pedig egy olyan frekvencia gyógyítási rendszert hoz a szervezetbe, ami először is bevonja egy burkot képez és, és, ezáltal, hogy ez a burok kialakul, így szép fokozatosan a szervezet megnyílik azokon a területeken, ahol éppen alkalmasnak érzi azt, hogy elengedjen akár valamilyen stresszt, vagy, vagy valamilyen érzelmi blokkot. Tehát egy kicsit más a metódus, amíg a hangvillával nagyon ilyen, ilyen gyakorlatilag készszerűen belevágunk a múltba, hogy onnan kiszedjünk valamit, ugye ez egy elég komoly, kemény munka, addig a hangtálak világa az egy ilyen, és még a gong is ilyen, hogy azzal viszont körbe valakit, és akkor az ő tényleg gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy a testünk az egy bölcs rendszer. Csak mi lekontrolláljuk, le vagyunk kontrollálva, hogy lekontrolláljuk. Szóval, hogy ez egy külső tanult rendszer is, hogy, hogy nem, te nem tudod magad meggyógyítani, neked el kell menned ide, meg oda, meg amoda, és akkor valaki meggyógyítja a szemed, valaki meg a kislábújad. Nem, mi egy rendszer vagyunk. És a szám és a kis lábujsföld lehet, hogy összefügg. <laughs> szóval, hogy ez egy nagyon szép uh, egység, ami nekünk, mint test megadatott. Én a testet úgy használom, hogy egy jelzőrendszer. Hmm. Bármi, amit a test jelez, azt én érzékelem, és innen jön az, hogy akkor mögé megyünk. Ugyanígy, amikor egy előadást tartok. Én ott érzem, hogy éppen amin. A csoport így kollektíven dolgozik, hogy mi az, amit éppen oldunk, mi az, amin dolgozunk. Hogyha éppen van egy, ugye miközben gongon játszom, ott például egy intuitív ráérzékelés van a csoportnak a, az igényére. Tehát miközben játszom, én érzem, hogy oké, okay, most akkor egy szívcsakrát oldunk, elég erőteljes energiája van, hát akkor most rá kell segíteni, hogy akkor ez jobban oldódjon, hogy le legyenek földelve. Szóval, hogy ez egy nem csak egy ilyen kis csiribili játék, hanem, hanem ott van mögötte az az intuitív érzékelés, hogy éppen mi történik. Ugye ez a csoportos, és, és hát a hangtálak meg, meg általában azért szoktak nagyon közel kerülni gyorsan az emberek szívéhez, mert egy nagyon komoly, mély, csodálatos ilyen élményt ad. Olyan megnyugvást, amit talán utoljára az ember lehet, hogy csecsemőkorában élt meg, amikor minden rendben volt és ezt biztosítja. Milyen gyakran javasolnád valakinek, nekünk is van itt egy ilyen hangtálunk, milyen gyakran kellene ezt használjuk? Hát én a tapasztalatom az az, hogy minden nap kellene egy általános, ilyen visszatalálni magunkhoz. Mm. Hogy hogy elengedni azt a, azt a nyomást a fejből, azt a rohanást a napból, és persze mindig van valami, ami miatt, hát ezt, ezt, nem, ezt nem lehet, most nem fér bele, de akkor látom azt, hogy valaki így hosszabb távon tud fejlődni, amikor igenis saját magában is megteszi azt a, az életében is meglépi azt a, azt a, lépést, és azt a munkát megteszi, hogy, hogy igenis leülök, és csak vagyok. Tehát nem feltétlenül kell itt nagy dolgokra gondolni, de egy hangtál már alapból beindítja azt a, azt a megérkezés érzést, azt a béke, nyugalom, egység élményt, és onnantól sokkal könnyebb elengedni azt a napot, és azt mondani, hogy, hogy ez csak egy, ez csak így nem kell, nem kell ilyen komolyra venni a dolgokat, és mindent komolyra veszünk, és minden olyan nehéz. Én nem, ebből ki kell jönni. És igenis ott van az, hogy, hogy csodák vannak és ezt a csoda világot tudjuk megélni sokkal könnyebben és gyorsabban, hogyha ott van egy ilyen lehetőség, mint egy hangtál, és nem kell egy egész kollekció, elég egy vagy kettő. Hmm. És azzal már, azzal már nagyon szépen, arról nem is beszélve, hogy a gyerekek meg el vannak tőle igen. Ha már itt a csodáknál tartunk, szeretnék elmesélni egy történetet. Pár évvel ezelőtt, mikor egy ilyen hangterápiás kezelésen voltunk a párommal, a párom elaludt, és miután fölkelt, közölte velem, hogy ő a kisfiunkkal álmodott, és hogy azt álmodta, hogy a kisfiunk beszélt hozzá, és hogy jönni fog hozzánk. És rá szerintem egy vagy két napra kiderült, hogy várandós vagyok, és rá pár hónapra kiderült, hogy kisfiút várunk. Ez mennyire lehetett a véletlennek köszönhető, vagy ez, ez mi volt pontosan, mi történt itt? <gül> <gül> igen, hát ezek Csodálatos élmények. Nincsenek véletlenek, gondolom ezzel nem mondok újat. Össze vagyunk kötve lélek szinten, egy, gyakorlatilag egy, egy kvantummezőben vagyunk. Akármennyire is az a lélek még nem fizikai testben van, ő már benyomta a gombot, hogy köszönöm szépen jövök. <laughs> Tehát, hogy, hogy ez, ez akkor is meg tud történni, hogy az ember nem éppen egy, egy hangterápiás előadáson meditál, de milyen érdekes, hogy ott viszont el tudott engedni a félelem, el tudott engedni a tudat, és meg tudott nyílni egy intuitív érzékelés. Na, pontosan ez az a mély meditatív állapot, ez a téta agyhullám terület, amiben el tudjuk kezdeni megélni a lelkünknek a hívó szavát. Én ismerem ezt az érzést, mert én ugyanígy láttam a, a én kislányomat még mielőtt megszületett, többször megjelent álmomba. Én ilyen megálmodós voltam régen, és ezek nagyon szép csodák. Igen. Miért van az, hogy vannak ember, akik érzik ezeket a dolgokat, és vannak olyanok, akik egyáltalán nem érzik, mint hogyha kihalt volna ez a, ez a tudás belőlük. Igen, hát nagyon sokszor a család, családi minták blokkolnak embereket, és, és az, hogy nem elfogadott olyan dolgokban hinni, olyanokat látni, amin nincs, nem kézzelfogható. Tehát úgymond az nincs. De hát van. Tehát egy gyerek nagyon sokáig lát olyan dolgokat, amit a szülő nem, és azt szokták nekik mondani, hogy haj, ne beszélj hülyeséget. Hát az a gyerek még lát szó szerint nagy mm. és, és, ez a képesség, ez nagyon sok emberben tovább uh, is él. Tehát itt jön az, hogy utána viszont bekapcsolnak a félelmek. Tehát azért zárul le ez a, ez a csatorna, mert én ezt, ezt gyakorlatilag úgy uh, mutatkozik meg, mint egy csatorna fölfelé, mint egy nyitott könyv, úgymond. És, és ez, ez félelmek által szokott bezáródni, vagy a, a családi félelmek a, a saját félelmei, mert ugye van úgy, hogy olyat lát akár egy gyerek, vagy később egy, egy, egy felnőtt is, ami... Hát ezt most hogy magyarázom már? Ezt, ezt hova rakom? Ezt, ezt hogy lehet egyszerűen értelmezni? És hát én saját magam emlékszem gyerekkoromból, hogy, hogy, hogy láttam, hogy mi fog történni. Következő nap megtörtént, és én, halára rémültem. Nem mertem elmondani senkinek, mert hogy én tudtam, hogy az lesz. Aztán szép fokozatosan hozzászoktam ehhez, de, és a része lett az életemnek, sőt, mi több, gyakorlatilag a munkám része lett, úgyhogy most naponta 8-10 órában hasznosítom ezt a képességet, és imádom. Tehát, hogy nem, hogy nem félel meg, hanem, hanem ez nekem ugyanúgy egy része a létezésnek, mint ahogy a fizikai élet. És akkor ezt kell ugye egyensúlyba tartani. De hát itt a félelmek nagy blokkolók, igen. Hm. Vannak-e tudományos tanulmányok vagy kutatások, amelyek alátámasztják a hangját? gyógyítás hatékonyságát. Igen, túl sok régi kutatás még nincsen de egyre inkább látható, ugye már látjuk a, akár orvosi szinten is, hogy a frekvenciákat használják különböző gyógyítási folyamatokra, ugye mondjuk köveket szétrobbantani, meg, hát is meg rákos sejteket, igen. Tehát egy ezeket már rezgés terápiának a területével oldják meg, tehát hogy ez már az orvos tudományban is egy jó ideje van, csak ugye ezeket fejlesztik folyamatosan, és fontos azt látni, hogy hogy már belevették, tehát egyre többet beszélnek arról, hogy a rákos sejteknek a gyógyításában is a frekvenciák milyen fontosak. És hát rengeteg anyag van amúgy erről az interneten, hogyha valakit érdekel, de az weboldalamon is megtalálja. Illetve hát amit még látni kell, hogy, hogy például amit például a hangtálak, meg hát a, a gongnak is az egyik legerőteljesebb hatása, hogy a nitrogénoxid szint megnövekszik a szervezetben, ami aktiválja az imórendszert, aktiválja a, a, a fizikai test gyógyulását, ja, hát egy ilyen e, energialöketet okoz, hát többek között a viagrának is az Beszeretnél mutatni esetleg ezeket a hangszereket, hogy hogy működnek? Igen, megmutatom a egy hangvillát, hogyha először, hogyha valaki még nem hallotta a hangvilláknak így a hatását, például ez egy nagyon mély hangvilla. És javaslom, hogy mindig kivegyen egy mély levegőt, mélyen be a hasma, és kifújni a át. És például most, amit csinálunk, egy kis földerés, hogy segítsük mindenkinek a... az energetikai kapcsolódását mm. földhöz. Hát, hogyha valakinek például most olyan érzete van, hogy a talpán elkezd bizseregni, valamilyen bizsergő érzés van, az, az a földedési érzet. Hát szóval ez az egyik féle hangvilla, de nagyon sok fajta van. Már beszéltem róla, megmutatom az anyja hangvillának a csodálatos hatását. Nagyon magas hangja van. Ez mit csinál pontosan? Ez a felső csakráknak az erősítésére, nyitására szokták, vagy szoktam használni, illetve hát, hogy így felminősíti az energiáját annak a szervnek, amire éppen használjuk. Hm. <sínt> És azok, akik érzékenyebbek, ők lehet, hogy már érzik is így a koronacsakra területét. ezek csak, hogy így legyen egy ilyen elképzelés arról, hogy mi is, milyen is egy ilyen hang. Illetve hát szeretném megmutatni a hangtál világát, hogyha valaki még nem hallotta, akkor hoztam egy, egy csodálatos szívcsakra hangtálat, ami történetesen a felső szívcsakrának a rezgését mutatja, illetve hát tölti ennek az egész területnek, tehát a, a melkasi területnek az energiarendszeret érzelmi töltést. és az, ez csak egy volt. Hogyha valaki esetleg egy ilyen kristálytálat akarna venni, vannak-e különbségek, hogy melyiket javasolnád, hogyha minél nagyobb, annál jobb, vagy pedig uh, szív csakra a legfontosabb? Hát ugye a, a, méret itt olyan szempontból befolyásolja a minőséget, hogy minél nagyobb egy hangtál, annál tovább rezeg. De a frekvencia maga az, az mindegyiknél olyan szempontból meghatározó, hogy milyen csakrára van Kidolgozva. A hangtálaknak nagyon eltérő a minősége, tehát ugye az ár az meghatározza, nagyjából, hogy az ember mire számíthat. Ugye az olcsóbb, az más lesz a rezgés minőség, de azt kell bebiztosítani, bárhol veszünk hangtálat, meg kell nézni, hogy milyen hangot biztosít az a hangtál, milyen frekvenciát mutat. Vannak ilyen applikációk, amiket le lehet tölteni ingyenesen, és megmutatja, hogyha egy hangtálon játszunk, hogy melyik rezgés, melyik rezgést adja az a hangtál. Valaki, aki szakmailag közelíti ezt a, ezt a területet, azoknak azt javaslom, hogy fontos, hogy rá legyen pontosan hangolva a, a csakrára, az a hangtál, tehát például, mivel, hogy én ö, gyógyító hármasokat, meg egységeket, gyógyító egységeket használok a frekvenciáknál, nekem fontos, hogy amikor játszom, akkor az pont a szívcsökrára, vagy pont a torokcsökrára legyen hangolva, kicsit se fölé, se alá. Aki viszont otthoni használatra használja, annyit kell megnézni, hogy gyakorlatilag legyen egy harmónia, tehát, hogyha kettőt veszünk, akkor például egy gyökércsakra és egy szívcsakra nagyon szép harmóniát hoz és nagyon lehet alkalmazni otthon arra, hogy csak stresszkezelés, hogy meditációhoz, vagy hogyha csak egyet veszünk, akkor attól függően, hogy mik a fő problémakörök az életünkbe, hogy általában a szívcsakra hangtás szokott lenni mindenkinél az első, amihez egyből nyúlunk, de ugye mindegyiknél különböző területekre lehet alkalmazni, attól függően, hogy a csakra melyik területet aktiválja. Mm. Még egy kérdésem lenne, ha ezek a hangok ilyen pozitív hatással tudnak ránk lenni, tudnál-e példát mondani olyan hangokra, vagy eszközökre, amik az ellentétét okozzák? Igen, tehát ugye nem kell nagyon keresni, hogy az ember bekapcsol olyan zenét, ami alapból stresszt okoz. Tehát például egy olyan, most nem akarok senkit megbántani, de egy heavy metal az ember nem lesz nyugodtabb. Tehát az már alapból szétzilálja a, az energiarendszerét valakinek, egy, egy káoszt okoz a, az aurában és ugyanez bármilyen szintű zajnál, vagy akár monoton zaj, ezek mind el, elindítanak, tehát ezek mind rezgések, ugye minden hang az rezgés, és, és ezek elindítanak egy ilyen belső nyomást. Attól függően, hogy vagy hirtelen nagy zaj, vagy hosszan monoton háttérzaj, ezek egy idő után felhalmozódnak a szervezetben, és egy irritáció alakul ki, amitől egy idő után ugye bizonyos szinten vagy stresszessé válunk, vagy nehézségek alakulnak alakulnak ki a, a, szervezetünkbe, és hát ugye ezek gyakorlatilag ilyenek, illetve hát... Igen, lehet a forgalom is, ugye? Hát mindenképpen, igen, tehát amikor, amikor hosszabb távon utazunk, ugye van egy általános zaj az autóban, egy minél modernebb egy autó annál kevésbé, ugye szűrik ki, de ugyanez, hogyha például mondjuk rezgésnek számít a wifi is, tehát, hogy az is egy rádióhullám, ugye egy, egy hullám, a hullámnak maga, mint rezgés, az ugyanígy áthatol a sejtjeinken, a szervezetünkön, és az is gyakorlatilag egy ilyen leépítő hatást hoz. Ugye sejt szinten kell nézni ezeket a dolgokat, nem csak az, hogy mi az, amit látunk, mi az, amit meg tudunk fogni, hanem a szervezetünkre milyen hatással van. És ez az, amit az emberek sajnos még nagyon kevesen értik és látják át, illetve hát többen már érzékelik is azért, hogy igenis, hogyha egy nagyvárosban él, akkor ott már az 5G-nek a hatása, az is egy, egy, olyan rezgés, ami egy alacsony vibráció. Gyakorlatilag ezek az 5G meg hasonló ilyen rezgés tartományok, ezek már olyanok, mint hogy a mikrohullámos sütőben ülnénk. És ugye, hát, ugye maga a mikrohullám is egy hullám, ne. és szétrobbantja az, az ételnek a részecskét. Tehát, hogy nem azért nem egészséges a mikrohullámú, mert csak darabonként melegíti az ételt, és nem az egészet egybe, hanem azért, mert mert gyakorlatilag teszi az étel minőségét. Hm. Úgyhogy így jön össze az összes re rezgés és frekvenciának a hatásait is. Hm. Milyen tanácsokat adnál azoknak, akik érdeklődnek a hangterápia iránt, és szeretnék kipróbálni? Például Magyarországon, ahol ez nem elérhető. Magyarországon is van a hangterápiának, ugye nagyon sok helyen már lehet hangtálakat, gongokat hallgatni meditációban. A hangvillákat pedig hát... Hát itt jön az, hogy, hogy van egy bizonyos tudás háttér, amit, amit igenis Magyarországon is meg lehet tanulni, és és nagyon sok online képzés van. Én, ami miatt úgy döntöttem, hogy szeretnék visszamenni Magyarországra, és szeretném átadni azt, amit, amit én itt kifejlesztettem, illetve hát az alapjait annak is, amit megtanultam, mert, mert van az a terület, ez a trauma oldás, Konkrétan hangvilákkal, ami viszont nincs még. Tehát ez egy ö, gyakorlatilag Amerikából származó rendszer, de például itt Ausztráliában is nagyon erős ö, ö, háttere van már, és ez, ez, ö, ez az, amit, amit nem tudom azt mondani, hogy lehet Magyarországon csinálni, viszont a csodálatos része az az, hogy, hogy távban ugyanúgy lehet kezelni. Tehát például az én ügyfeleimnek nagy része távban jár hozzám, az azt jelenti, hogy videó híváson keresztül látja, hogy éppen mi történik ott a kezelőszobában, és folyamatosan beszéljük át ugyanúgy, mint egy pszichológiai beszélgetés, csak nem pszichológia, hanem egy, hanem egy mély frekvencia gyógyítás történik és ugyanúgy érzi otthon az ágyban fekve azt a kezelést, amit csinálok, mert ez egy kantonmező, amiben az oldás az egyszerre történik ott, meg itt, tehát nincsen tér és gyakorlatilag idő. Tehát azt tudom mondani, hogy ha valakit érdekel, akkor természetesen nagyon szívesen állok segítségére táv, nagy oldás lehetőségével, illetve hát most május végén megyek Budapestre, és tartok majd előadást, hogy hogyan tudja valaki a hangvillákat mély kezelésben saját magának hasznosítani, traumaoldás, érzelmi blokkoldás, stresszoldás, és egy, egy protokollrendszert raktam össze, amit, itt már elkezdtem tanítani, és, és szeretnék Magyarországon is szeretném átadni, illetve majd lesz egy körülbelül egy két hét, amikor, amikor Budapesten fogok személyesen kezeléseket tartani. Ezt majd a weboldalamon fogják megtalálni, hogyha valakit érdekel. Mi a weboldal címe, hogyha esetleg valaki ezt hallgatja, és meg szeretné keresni a weboldaladat? Igen, ez egy angol kifejezés lesz, ez a lightness of being au. Ez uh, magyar átfordítva ez a létezés uh, könnyedsége. Mm. Még egy kérdésem lenne. Tudom, hogy ezt Magyarországon, ezt a szakmát, ezt úgymond nem nagyon ismerik, de itt a Szencsánkósztán, ahol már itt élsz, 7 éve most látsz-e a szakmai ránt és -e nagyobb érdeklődés, mint eddig láttál. Természetesen, igen. Tehát uh, egyre többen nyit nyitnak ebbe az irányba, és viszont egyre inkább az a terület is nyílik, hogy egyre többen akarják csinálni is. Tehát ami szép, gyönyörű, de nagyon sokszor azt látom, hogy, hogy olyan előadásokat látok, vagy hallok, ami viszont tényleg szinte kellemetlen. Úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy a minőség is majd úgymond javulni fog, de pillanatnyilag gyönyörű, ahogy, ahogy az emberek egyre inkább beépítik az életükbe, és észreveszik azt, hogy hát igenis ez egy, egyrészt nagyon mély kezelési lehetőség saját maguk gyógyítására, és nagyon gyors. Tehát, hogy nagyon sokféle gyógyítási módszert kipróbáltam korábban, mindig is érdekelt, és, és ez az, amit, amit úgy láttam, hogy és úgy ére érzékeltem a saját életemben is, hogy ennél gyorsabb és mélyebb gyógyulási folyamatot még nem, nem láttam hm. semmilyen más modalitásban. Köszönöm szépen, Éva, nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam tőled, és köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen, Réka, én is.